Van, nézzük csak, mi lesz ez. Sziasztok, srácok, lányok! Itt Zsomác, köszönök mindenkit egy újabb videóban, és az a helyzet, hogy a mai napon a közelmúlt legdurvább ládanyítását fogom nektek elhozni, ugyanis nem kevesebb, mint 40 darab megaboxot fogok kinyitni egyetlen egy karakteren. Nem csináltam még soha egy, viszont annyira durva offerek jöttek be a Brawl Stars-ba, hogy egyszerűen ezt nem hagyhattam ki, hogy a mai napon a Pay2Win karakteren meg fogjuk vásárolni a 40 darab megaboxot. És remélhetőleg egy pár jó karaktert is fogunk nyitni. És a srácok, lányok, mint láthatjátok, ez nem lesz egy olcsó videó, úgyhogy hadd köszönjem meg a videó támogatását a Matchmastersnek. Ez egy olyan játék, amivel egy ideje játszom, és nektek is ajánlom. És képzeljétek el, a Matchmasters-szel közösen létrehoztunk egy tornamentet, amiben az első hely egy vadonatúj iPhone 12-t fog nyerni. Valamint lehetőséget, hogy szerepeljen egy következő videómban. Ez egy szuper lehetőség lehet nektek, srácok, lányok, úgyhogy a leírásban található linket keresztül töltsétek le a játékot, csatlakozzatok a versenybe, és nyerjétek meg, és legyen tiétek az új iPhone. Valamint szerintem az sem utolsó szempont, hogy szerepeltek egy videómban. Mint említettem, miután letöltöttétek a leírásban található linken keresztül a játékot, azután pedig csatlakozhatok a versenyhez. Kövessetek a csatornámat, és itt fogom bejelenteni azt, hogy ki nyerte az iPhone-t, valamint hogy ki nyerte a közös szereplést is. Na de gyors pár szó a játékról, hogy esetleg nem tudnátok, miről lenne szó. Ez egy nagyon egyszerű kis játék, amiben tulajdonképpen 1v1-be kell harcolni egy másik játékos ellen, és a cél az, hogy a meccs végére több pontod legyen, mint ellenfelednek. Pontot pedig úgy tudsz szerezni, hogy hasonló elemekből legalább 3-at összegyűjtesz, és ez a megspékelve különböző képességekkel, valamint különböző power-up-okkal, amit a játék során feloldhatsz. Egyszerű és nagyszerű. Készüljetek, gyakoroljatok, és győzzön a legjobb, és vigye haza az iPhone 12-t. Úristen, milyen királyság. Na de, köszönöm szépen a Matchmasternek, hogy támogatták a videót, a link ott van a leírásban, amit említettem, és hát akkor ugorjunk bele a ládanyításba. Ez drága lesz. Ez lenne a Pay2Win karakterem, Pay2Win Zsomat, mint ahogy ezt a nevéből is látszik, bár most csak 30 gemen van, nem túl sok, de ezzel nem sokára változtatni fogunk, srácok, lányok. 28 darab brawlerem van összesen, ami not bad egyébként, ezt nem tudjuk kinyitni. De nem is baj, mert ezt unlockolni fogjuk így, és azért ez nem van egy karakterem, ez nem egy ládétos challenge, meg minden, úgyhogy ez most tökéletes lesz. Mert így ugye sokkal könnyebb megszerezni. A drop rate-em, hát itt láthatjátok, nem annyira magas, úgyhogy remélem, hogy kicsit fejjel fogja tornázni ez a 40 megabox. 28 karakterünk van, azért még jó pár epic is van, mint látjátok, mythic, legendary, chromatic, szóval nagyon sok mindent tudunk nyitni. És a két offeremet megveszünk, az a 18, valamint a 22 darab megaboxos lesz, és mind a kettő 5-ször annyit ér, mint amit láthatjátok. Hát ha kiszámolnánk, hogy ez mennyi lenne, nagyon sok, és 165-220 gem jár hozzá, nem a gem, valamint nem a gold miatt éri meg ezeket megvenem, a megabox miatt, 9000 forintért 22 megabox, I take it, tehát összesen 40 megaboxot fogunk nyitni, természetesen a zsomackód be van írva, és hogyha bármilyen offert vagy gemet, vagy bármit vásároltak, ezt ne felejtjétek, ugyanis lesznek még jó offerek, de hát akkor nem is tudom tovább az időt, vágjunk is bele, guys, kezdjük akkor 18 megaboxossal, mert az a gyengébbik, olcsóbbik, legyen az akármi, egy kupintásos vásárlás. Jaj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 
Miért van az, hogy megveszem a gemet, és offer vásárlás közben jött be egy másik offer? Hát okés. De nézd meg, nem is hagytad. Most költöttem el, nem tudom, 6-7 ezer forintot, és nem, ő még többet szeretne. Még többet szeretne. De ez legalább csak gem. Majd meg fogom mennem ugyanakkor a teremben, ha még nem vettem meg. 1800. Na, 18 megabox. Nem fogjuk tudni számolni, biztos vagyok benne, úgyhogy csak nyomjuk, és 6 itemmel kezdünk. Úristen, az első box 6 item este nézzük, Star Pepper Gadget mindenéneket tudunk nyitni, és... Első megaboxból! Az első megaboxból! Mi van? Mi van? Úristen! Nagyon erős kezdés. Csak maradjon is ilyen végig, jó? Oké, 5 item, most ezt elfogadom. Atya úristen! Atya úristen, hogy kezdtünk meg egyből egy mitikus karakterrel. Jó, oké, 2-5 item, most ez a harmadik megabox, ha jól számolom. Igyekszem fenntartani a fejemben a dolgokat, a matekot, a mindent. Oké, és 4. megabox, jó? 5. megabox in the house, fel 18 megabox. Úgy az összes szerencsénket elvesztettük ezzel a Byronnal, de még más jöhet. Még mást bármikor kinyithatunk. 6. azt hiszem, ha jól számoltam, jó. Nagy, tehát hogy szerintem ez egy majdnem jó, ezzel nem kimaxolni mindent, de... 7. meg a boxból egy heat item, jó. Oké, fél, Gadget Star Pepper is lehet. Jó, jegyezzük meg. Jegyezzük meg, hogy Gadget és Star Pepper is lehet. De ne! Jézusom, oké, hogy csak epik. Két karakter egy ládából.
és ott van a Pam, két darab epic. Let's go, sát. De mi ez, hogy nem dob karaktert, nem dob karaktert, ez csak dupla karakter egy ládám. Oké, és guys, 7. 8-8 item. Hát az kicsit kemény lett volna, srácok, lányok, az kemény lett volna. Na nézzük csak, ez a 9. ha jól számolom, aztán lehet nem is jól számolom. Inkább engedjük el ezt a számolást, majd így fejben próbálom, mert lehet, hogy nem is a 10. ládát nyitom ki, hanem a 12-et, vagy mit tudom én. Minket a számok érdekelnek, mi van benne, 5 item. Oké, és még bármi lehet, ugye most ezzel nem jutottunk se Star Power, se nem tudok nyitni. Nem tudom amúgy, tudnom kéne. Most ezután biztos, hogy fogok tudni fejleszteni egy csomó mindenkit. Tudnom kéne nyitni, de eddig nem nagyon van ezzel szerencsém. Eddig csak is kizárólag karakter. És ez nagyon furcsa, őszinte leszek veletek. Ez nagyon furcsa van. Még két boxnak legalább kéne lennie. Még egy valamit szeretnék. Na végre, találhatos. Szerintem csak karakter tudunk nyitni, mert ez elég szász, hogy se Star Power, se Gadget van. Na nézzük csak, mi lesz ez. Brawlstars nagyon szereti a pay to win-es kerülk, és ez még csak a kisebbikon fel. Hát ez igazi pay to win karakter lesz, srácok. Hát ezért hoztam létre ezt a karaktert, hogy ilyen csodálatos videókat hozhassak el nektek. Ilyen csodálatos videókat. És megteltem a memóriakártya, de jó. Majd visszatértünk, letöröltem pár dolgot a memória kártyára. Mortis nagyon király volt, pár is felejtettem. Nem felejtettem, mert nyilván csak hogy bevittem, ez annyi ideig tartott ez a memória kártya cserén, nem baj. Talán ez volt az utolsó. Nem, van még jó. Oké, és figyeltek, 4 karaktert nyitottunk már. Szóval, ha már nem tudunk semmi mást, én már így boldog vagyok ebből az offerből. Mert nagyon-nagyon durván sok PowerPoint, sok gold, és még mindig van! Még mindig, jaj, de megint a tájtem, jó. Így legalább, hogyha ebből tájtemből, akkor fixen tudtuk, hogy lesz, de vége. Nem! Ez a 18 megabox, ez rettenetesen sok. Na, most van még akkor. Jó. 11 000 gold, 210 gemen van így összesen, és 32 karakter. Jó, fejlesztünk fel, szerintem mindenkit fel tudunk fejleszteni. Ja, igen, ez az a karakter, ahol konkrétan mindenki, aki 7-es szintű volt, arra már megvan az összes gadget, összes mindenség. De most Nanit felfejleszthetjük 7-esre, úgyhogy tudunk már gadgetet nyitni, az biztos. Sok karakterem, ezeket drága fejleszteni. Meg sok powerpoints kell hozzá, ugye? Okés. Mindenkit felhoztunk, amennyire tudtam. Nézd meg a dropétünket egyébként, hogy mennyit változ az előző offer megvásárlása óta. 0,0, hát igen, a Legendary dropét nagyon első, még Legendary-t nem tudtunk, csak 2 darab mitiket, srácok. Még milyen, hogy van szponzor ennek a videónak, srácok, lennyek anélkül? Hát nem tudnék ilyen offereket csak így megvásárolgatni. Na de 22 megabox. Szerintem ez a legdurvább offer, amit vásároltam, legtöbb megabox a rendelkező, bár javítsatok, ha nem így van. Let's do this! Ez drága lesz. Még jó, hogy a szponzorok fizettek érte, és nem én. A link a leírásban, ne felejtjétek. Egy koppintásos vásárlás. Let's go! 22 megabox. Ebből szeretnék Legendary, most legalább nem dobta a Piper-es offert. Oké, és 2200 gold, és 5, most már tudunk nyitni, szóval ha több mint 5 item, akkor lehetséges, hogy nem karakter. Eddig nem volt lehetséges, eddig fix fázi az volt, hogy karakter nyitunk. Most nem 100%, most elég nagy az esélyre, mert elég kevés gadgetet tudunk nyitni, bár elvileg nem kéne számítania. Nem tudom, hanyadik ládánál tartunk, de olyan durva dolgokat nyitottunk. Egy kicsit megfejebb a dropétünk, az a sose baj. Ugye amennyi ládában nem nyitunk semmit, az mind viszi felfel a dropétünket tulajdonképpen, és bármilyen karaktert nyitunk, az viszi lejjebb, ha gadgetet vagy stápervet, az nem viszi lejjebb egyébként, csak hogyha valaki ilyen tévhitben élne esetleg. 2, 1, és... PASZ! Várjuk, ez mitik, let's go! Már ugye ez a legendary, mitik drop rétű karakter nyitottunk. Nagyon nagy a srácom! Úristen! Ma karakteresen mondjuk ennyi pénzért nem este semmi, az elég komoly lenne. Elég sok az 5 item, sok megabox, sok 5 item, értető. Itt most már tényleg nagyon-nagyon sok mindenkit fel tudunk fejleszteni, amúgy kevesen mindenkit tudtam fejleszteni, mint gondoltam, hogy fogok egyébként. Őszinte leszek veletek. Ezért is látjátok, hogy mennyire fontos a PowerPoint, és hogy mennyire sok kell belőle egyébként, hogy ki tudjatok maxolni egy egész fiókot. Egy egész brawler, tehát rettenetesen sok kell hozzá, és rettenetesen sok 5 itemen kell átmennünk, de nem baj, nézzük csak. Ez az ott egy 6-os! Még egy legendary nagyon jó lenne, egy legendary, egy Leon. Jó, nem baj, megvan a Star Power, Nanynak van még egy, mi ez? Gadget! Nanynak van még egy gadgetje, úgyhogy nyitottunk még egy gadgetet, sajnos minimum. Back to back, srácok, lányok, back to back gadget Nanihoz. Igen. De nem baj, most már akkor csak karakter, ha talán biztosak vagyunk benne, nem tudom mennyi meg a box, hogy még hátra. Back to back. Na nézzük, most már a Nani Gadget nem esett. Most már Nani Gadget nem jöhet. Nézzük csak. Oh, mi már?
Jézusom! A negyedik mitik ritkaságú ebben itt mennyi mindent nyitottam. Úristen! Úristen, guys! Jó, hát legendary nem esett, de a mitik karakternek is nagyon durva dropétje van. Jó, ez a durva lett volna most is hatályítom egyébként. Szóval, hogy nagyon durva, hogy miket nyitunk egyébként. Most már csak lehet tényleg, most már csak legendary-t kell nyitni, de ugyan nagyon-nagyon kevés esély van. Jó, azt kicsit úgy sajnálom, hogy ennyi mitiket nyitunk, mert ugye megy felfelé, aztán a dropét az bum, le a padló alá. 40 megabox összesen, soha nem nyitottam még ki ennyit. És tájítám, léci, még egy hatos, még azt hiszem van hiányzó epic karakter. Még van, az, léci. Jó, ez az, jó, hatos. Most már talán biztos vagyok abban, hogy nem tudom más karaktert. I mean más Star Pebble-t meg gadgetet nyitni. Nézzük csak világító egyet. Nézzük csak. Nincs több mitik karakter! Mi az Isten? Mi az atya? Úristen, srácok, lányok! Jó, hát nem legendary, de mennyi mitiket nyitottunk ki? 5-öt? Azt hiszem, és 2 epiket biztos... De atya... És még mindig van. És nem fogy el soha. Nem baj, 5 item, nem érdekel. Most van vége. Nem, és még mindig! Úristen, és még jön, és még áldott item. Úristen, atya úristen, mi volt ez, guys? Atya úristen. Mennyi minden nyitottunk? Buzz, Byron, Sprout, Mr. P, Mortis, Pam, Piper. 7 darab karakter. Damn. Fejlesztünk fel mindenkit, amennyire csak tudunk. Rettenetesen sok mindenkit fejlesztettünk, de még így is nézzétek meg, mennyi goldon van. 5810 és 430 gem. Ez nagyon durva volt, guys. És egy srácok lányom miatt elköszönnék, hagyj köszönjem meg még egyszer a Match Mastersnek, nélkülük ez a videó nem éltett volna létre. Link ott van még mindig a leírásba. Köszönöm szépen nekik még egyszer, hogy támogatták a videót. Ha tetszett, esetleg nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem lennétek, nyomjatok a csengőt, zsomackolót, és ajánlom mindenkinek, de a Match Mastert még jobban. Csak köszönöm szépen nekik. Na de most már sok volt a doma, ha valaki úgyis szeretne iPhone-t nyerni, akkor úgyis nem vezet a versenyre, remélhetőleg. És aki meg eljutott ide a videóba, az már úgyis nagy király, úgyhogy most már nem mondhatok semmit nektek. Köszönöm szépen, találkozunk a következő videóban, vagy lájszim már a Facebookon. Sziasztok!